Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Végső búcsú. Eltemették a brutálisan meggyilkolt szekszárdi kislányt. Fejlesztés. Elkészült a szekszárdi vigantéri rendelő felújítása. Egyre több a magatartás problémás gyerek, kihívás előtt állnak az iskolák. Újabb beruházás veszi kezdetét Bátaszéken, ingyen lesz az internet a település frekventált helyszínein. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több százan vettek részt a március 8-án brutálisan meggyilkolt kislány temetésén. A gyászszertartást rengeteg rendőr biztosította. Rendőrök biztosították a szekszárdi újvárosi temető környékét a március 8-án brutálisan meggyilkolt 6 éves kislány temetése alatt. A gyászszertartásra rengetegen mentek el, a környéken az összes parkoló autókkal telt meg. Egyházi szertartással vettek búcsút a szerettei és a család ismerősei Leonettától. A kislány fehér koporsóját több százan kísérték el utolsó útjára a ravatalozótól a sírhelyig. Hosszú percekig tartott az utolsó út. A családot láthatóan borzalmasan megviselte a brutális gyilkosság. A lányapját többször is oldalról kellett egy másik férfinak megtámasztani, mert sírás közben megrogyott. Miután a koporsót leengedték a sírba, a hozzátartozók fehér lufikat engedtek az égbe. A lány apró sírhelyét a szertartás végére teljesen beborították a hatalmas koszorúk és a virágok. A 6 éves Leonetta rokonai közül sokan a róla készült képeket helyeztek a sírra. A kislányt március 8-án a saját 19 éves unokatestvére ölte meg. Legalább 6 alkalommal csapott a fejére egy eddig ismeretlen tárgyal. A férfit még aznap elfogták a rendőrök, azóta börtönben van. Befejezték a szekszárdi vigantéri rendelő felújítását. A beruházás, ami részben topos forrásból valósult meg, több mint 8000 beteg kezelését könnyíti meg. Sokkal gördülékenyebben megy a munka, sokkal jobban szeretnek a páciensek ilyen modern környezetbe jönni. Ezért is örül a rendelőben dolgozó egyik orvos, hogy az épületet teljesen felújítatta az önkormányzat. A rendelő 90 millió forintos fejlesztéséből több mint 72 millió forintot topos pályázaton nyert el a város. A többit saját költségvetésből fizették. Az épületet kívülbelül korszerűsítették, mondja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. Szekszárdi vállalkozók végezték el a munkát, illetve ami nagyon fontos, hogy napelemeket szereltünk fel, és ez pedig a jövőbeni működtetés szempontjából lesz nagyon lényeges. Nyilván a szigetelés is sokat fog számítani, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen az a két napelem ellátja a teljes orvosi rendelőnek az energia szükségletét. Emellett a mozgássérültekre is gondoltak. A rendelőt teljes mértékben akadálymentesítették, berendezéseit lecserélték, valamint a költséghatékonyság céljából napelemmel is ellátták az épületet. Közel 8000 beteg körzetét látja el tulajdonképpen ez a rendelő, és az azért fontos, mert azt szeretnék, hogy a szekszárdiak számára, ha már kénytelenek igénybe venni ezt az alapegészségügyi ellátást, vagy a egészségügyi ellátást, akkor ezt jó körülmények között tegyék. A városban nem ez volt a közelmúlt egyetlen hasonló fejlesztése. Korábban az önkormányzat a Kandó-Kálmán és a Mikes utcákban is felújította a rendelőket. A Kölcsey rakóterepen pedig most is zajlanak hasonló munkálatok. Emelkedett a boldogság szint Szekszárdon, Debrecenben, Békéscsabán, Pécsen és Kaposváron, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Jobb veled a világ alapítvány felmérése szerint. A Boldogság Világnapja alkalmából közzétett kutatás szerint Tatabánya Magyarország legboldogabb városa, Salgótarján pedig a sor végén kullog a megyeszékhelyek boldogság szintrang sorában. A nagyvárosok közül Győr a legboldogabb. A nők minden régióban boldogabbnak vallják magukat, mint a férfiak, és életkor szerint továbbra is a 36-50 éves férfiak és nők boldogság szintje a legmagasabb. Egyre több a magatartás problémás gyerek, tapasztalják pszichológusok és tanárok. A szekszárdi gyakorlóiskola tanárai folyamatosan továbbképzésekre járnak, ahol új módszereket sajátítanak el, melyekkel kezelni tudják a különböző zavarral küzdő diákokat, ám nem minden oktatási intézmény tud erre kellő figyelmet fordítani. A gyermekpszichiáterek szerint a gyerekek 20-25%-a küzdik mentális problémákkal,
például figyelemhiányos hiperaktivitás vagy éppen magatartás zavarra. A szexuális gyakorló óvodában és iskolában is tapasztalják ezt a jelenséget a tanárok. Mi is úgy érezzük, hogy egyre több gyermek, illetve hát a szülők is küzdenek ilyen problémákkal. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen esetben se a gyermek, se a szülő, se a pedagógus helyzete nem könnyű. Az oktatási intézmény vezetője azt mondja, az iskola tanárai folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt, hogy az ott megtanult módszerekkel képesek legyenek kezelni a magatartás problémás gyerekeket. Ilyen az alsó tagozaton alkalmazott 7 szokás módszere. A felső tagozaton pedig az Arizona módszert alkalmazzák a tanárok, vagyis ha a gyerek megszeg egy szabályt, kiküldik az óráról, és csak akkor mehet oda-vissza, ha rájött, hogyan tudna megfelelni a szabálynak. Nem minden oktatási intézmény fordít ezen zavarral küzdő gyerekek fejlesztésére figyelmet, pedig az iskolák kénytelenek lesznek ezzel foglalkozni, mert a magatartás problémás gyerekek száma egyre nő, mondják szakemberek. Egyrészt azért, mert egyre több diákot küldenek el vizsgálatra, másrészt az elektronikus média túlzott használata figyelemhiányos hiperaktivitás zavart okozhat. Ráadásul az oktatási módszerek elavultak, nem reagáltak a világ változásaira. Ezt mondja Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem szexuális karának dékánja is, aki szerint az oktatási szakemberek már dolgoznak egy új nemzeti kerettanterven, és a szexuális karon is úgy oktatják a jövő tanárait, hogy értsék ezen folyamatok lényegét, ismerjék az új módszereket, és képesek legyenek ezeket alkalmazni. Ez a pedagógus képzés legfontosabb feladata a dékán szerint. Lassan-lassan, nem utolsó sorban elektronikus média hatására átalakul a tanulás, a gondolkodás, átalakulnak a társadalmi kapcsolatok, és erre rá kell hangolódnia a pedagógiának. Több mint 91 ezer sajátos nevelési igényű gyerek és tanuló vett részt az oktatásban a 2018. szeptemberében kezdődő tanévben, 3200-al többen, mint 2 évvel korábban. Derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának adatgyűjtéséből. Jelentős előrelépés történik Bátaszéken. Egy Európai Uniós pályázat lehetővé teszi, hogy a város frekventáltabb területein és közintézményeiben ingyenes wifi hálózat épüljön ki. A város vezetése a nagy rendezvények és turizmus jobb kiszolgálása érdekében döntött a beruházás mellett. A templom tér Bátaszéken. Ez a város legfőbb rendezvényhelyszíne, így zajlik többek között a bornapok, melynek látogatottsága az évek alatt folyamatosan növekedett, s tavaly megközelítette a 10 000 főt. Az idei évi látogatók már a rendezvény alatt használni tudják a mobiltelefonjukon az új wifi hálózatot. Néhány hónappal ezelőtt éltünk azzal a lehetőséggel, amit az Európai Unió biztosított számunkra, és bejelentkeztünk egy olyan támogatási igénybevételiért, ennek segítségével közterületeken, illetve közintézményekben ingyenes wifi szolgáltatást lehetne biztosítani. Néhány nappal ezelőtt érkezett meg az erre vonatkozó támogatási megállapodás. El is kezdtük az anyagoknak az előkészítését. Terveink szerint 5 közintézményben, illetve 7 közterületen próbáljuk majd biztosítani mindazokat a technikai feltételeket, melyekkel ingyenes wifi szolgáltatást tudunk biztosítani a Bátaszékváros lakóinak, illetve az ide érkezőknek. A rendezvénytér mellett a legfontosabb csomópontok, játszóterek is érintettek lesznek. Gondolunk gyakorlatilag buszmegállókra, ahol ezeket biztosítani szeretnénk, illetve olyan forgalmas közintézményekben, középületekben, ahol nagy létszámban jelenhetnek meg akár bátaszékiek, városi sportcsarnok, tájház, orvosi rendelők. Ezek lesznek, ahol az elkövetkező időszakban ezt a szolgáltatást biztosítani kívánjuk. Az idei évben szeptember 6-a és 8-a között zajló bátaszéki bornapokon a tervek szerint már működőképes lesz az új wifi hálózat. A Teszed akció keretében tisztították meg Bonyhád városát a diákok és felnőttek. A településen közel 700 önkéntes 23 helyszínen gyűjtötte a szemetet. Készül a fotó a szemétszedő diákokról a Bonyhádi Művelődési Ház mögött. Az eligazítást és a zsákok kiosztását követően az önkéntesek elindultak a város 23 pontjára, hogy megtisztítsák azokat. Kartonpapírt és egyéb szemetet szedtek össze a diákok az akció keretében. A városnak sok embert sikerült megmozgatni, mintegy 700 önkéntes gyűjtötte a szemetet. Részt vettek Bonyhád tisztításában civil szervezetek, egyesületek, de az általános iskolák és a gimnáziumok tanulói szép számmal megjelentek.
8. alkalommal kerül országosan megrendezésre a Teszed mozgalom, és a Bonyhád városa első perctől csatlakozott ehhez az országos mozgalomhoz. Minden évben, talán csak a tavalyi maradt ki, de az országosan is elmaradt. A kérdésedre válaszolva, nézz körül, már most mennyien vagyunk, nem sokára indulnak a különböző csapatok. A Teszed akció idén március 18-a és 24-e között valósul meg országszerte, az önkéntes szemétszedés keretében felhívva a figyelmet környezetünk tisztán tartására. 1,3 millió forintot költött Bátaszék kóborebek befogására és elszállítására egy év alatt. A képviselőtestület most alkotott rendelete szigorúbban szabályozza a kutyatartást. Kondricné Varga Erzsébet, a település jegyzője azt mondta, ellenőrzéseket tartanak majd a jövőben Bátaszéken annak érdekében, hogy csökkenjen a kóborkutyák száma, és a gazdák betartsák az új szabályokat. Jegyzői hatáskörben a mikrocsipnek a kutyába meglétét vizsgálhatom, és erre irányulóan lesz egy ilyen cél ellenőrzés. Szúrópróbaszerűen fogunk a közterület felügyelőnk meglátogatni ingatlanokat, és akkor az EB tulajdonosoktól megkérdezni, hogy rendelkezik-e oltási könyvvel az EB, van-e mikrocsip benne, illetve van leolvasónk is, tehát ellenőrizni fogjuk, hogy ez a valóságnak megfelele, és ezután jelezzük az illetékes hatóságnak, hogyha ez nem így van. Emlékplakettel tüntette ki a Magyar Sárkányhajó Szövetség Fülöp Jánost, FAT polgármesterét, és Tóth Ferencet, a település korábbi országgyűlési képviselőjét, a sporták sikerének érdekében végzett munkájukért. Az elismerést Járosi Péter, a Sárkányhajó Szövetség elnöke FAT Domboriban adta át a politikusoknak. Mint mondta, Tóth Ferenc és Fülöp János több mint két évtizede végzett munkájának és közbenjárásának köszönhetően Domboriban az ország egyik legjobb és a sportolók által leginkább kedvelt sárkányhajó versenypályáját sikerült kialakítani, amit az is mutat, hogy hosszú évek óta itt rendezik a magyar bajnokságot. Szerint csendes, nyugodt környezet, ahol az emberek még úgy tudják magukat érezni, mint hogyha valóban közel lennének a természethez. A mi sportágunknak a lényege ez egyébként, hogy víz, napfény, levegő, tehát alapvetően egy olyan környezetbe zajlik, ami az embernek az egész életéhez plusz tud adni. Most, hogyha ez valóság szerint egy olyan környezetben történik, ahol nincsen még ez a túlzott infrastruktúrális fejlesztés, tehát egy egyszerű, de tiszta, rendes vízparti hely, FAT Dombori az gyakorlatilag ez, és ez mármint, hogy Dombori ugye különleges is ebből a szempontból, mert a versenypálya gyakorlatilag ugye föl lett újítva, és arra, amire nekünk szükségünk van, tökéletesen megfelel. Szerda este, egészen pontosan 22 óra 58 perckor megkezdődik a csillagászati tavasz, közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A csillagászok számításai szerint ebben az évszázadban már nem lesz többet napi egyenlőség március 21-én. Fontos azt is tudni, hogy március 31-én vasárnap hajnalban 2 órakor 3 órára, egy órával előre kell állítani az órákat, ezzel elkezdődik a nyári időszámítás. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Szakítani kell a dobd el kultúrával. Áder János köztársasági elnök tartott rendkívüli tanórát Kaposváron. A 75 évvel ezelőtt elhurcolt zsidókra emlékeztek, vagonkiállítás Pécsen. Ügyfélkapu, digitalizáció, kamarai program a vállalkozások modernizálásához. Szakítani kell a dobd el kultúrával a klímavédelem és a fenntartható fejlődés érdekében, hangsúlyozta Áder János Kaposváron. A köztársasági elnök a fenntarthatósági klímahét keretében tartott rendkívüli tanórát az Eötvös Loránd műszaki szakgimnáziumban. A programhoz minden eddiginél többen, mint egy 1500 iskola és 350 ezer hallgató csatlakozott. Szakítani kell a meglehetősen régi közgazdasági szemlélettel, ami a kitermeljük, feldolgozzuk, rövid ideig használjuk, majd eldobjuk. Logikájára épül. A hulladékot nem szemétként kell kezelni, hanem újrahasznosítható alapanyagként. Erről is beszélt Áder János Kaposváron. A köztársasági elnök a rendkívüli tanórán hasonlóan nagy problémának nevezte a mértéktelen erdőirtást és széndioxid kibocsátást, amely a klímaváltozást tovább gyorsítja. Ennek hatását hazánkban is érezhetjük. Magyarországon tavaly bár hőmérsékleti rekordok
nem dőltek meg, de Magyarországon az átlaghőmérséklet 2,5 fokkal volt már magasabb a korábbi évek átlagánál, példa nélkül ilyen, nem volt példa sohasem, 18 volt az első esendő. És arra sem volt példa, hogy 33 napon keresztül tartson egy hőgyullám. A kaposvári Eötvös Loránd műszaki szakgimnáziumban tartott rendkívüli tanórán elhangzott, az elmúlt 100 évben 2 annyi állatfaj halt ki az emberi pusztítás miatt, mint az ezt megelőző időszakban összesen. Emellett egyes kártékony fajok pedig túlszaporodtak. A poloska hihetetlen mértékben felszaporodott, a kullancsoknak a felszaporodása, a fertőzött kullancsok számának gyarapodása, a harlekinkat, hiszen mind, és aztán ennek jönnek még be tigris szúnyog és egyebek, amelyek korábban nem voltak, vagy nem ilyen mennyiségben voltak. Áder János azt hangsúlyozta, fontos, hogy a nemzeti kormányok jogi eszközökkel szabályozzák a cégek által kibocsátott szennyezőanyag mértékét, de a felnövekvő generációkon is sok múlik. Több mint 1500 iskola regisztrált, 350 ezer hallgatóval. Azt gondolom, hogy ez egy igen jelentős szám. Idén minden eddiginél több intézmény csatlakozott a fenntarthatósági témahéthez. Ugye itt Kaposváron majdnem mindenki szelektíven gyűjti a szemetét, mert van külön kukánk erre. A fiatalok között egyre többen vannak, akik tudatosan figyelnek a környezetükre. A legkisebb dolgokban is megnyilvánulhat, például a vízzel való spórolás, ugye. Ide beletartozik az, hogy esetleg fogmosásnál, vagy különböző tevékenységeknél lezárjuk ugye a csapot. Ezen kívül pedig az árammal is lehet takarékoskodni. Az egyhetes programsorozaton az iskolákban a környezettudatos életmódra hívják fel a fiatalok figyelmét. Vándorkiállítás érkezett Pécsre, a zsidók deportálására emlékezve. Országszerte több mint 430 ezer zsidót hurcoltak el 75 évvel ezelőtt. A tragikus eseményeket egy kórhű vagonban berendezett interaktív kiállítás mutatja be. A tárlatot egy hétig, március 24-éig tekinthetik meg az érdeklődők a pécsi vasútállomáson. 75 évvel ezelőtt, 1944. március 19-én vonultak be a német haderők Magyarországra. Ezen a napon emlékeznek arra a több mint 430 ezer elhurcolt zsidóra, akiket többek között Auschwitzba deportáltak. Ebben a tragikus esemény szimbolizáló vagonban egy kiállítást rendeztek be, mely mostantól március 24-éig a pécsi vasútállomáson is megtekinthető. A tárlatot az Életmenete Alapítvány szervezésében tekinthetik meg a látogatók. Az egyesület célja, hogy a vidéki iskolák számára is elérhetővé tegyék ezt az interaktív teret. Ez egy nagyon pozitív együttműködés szokott lenni. Itt Pécsen is bármit kértünk az önkormányzattól, vagy a helyi zsidó hitközség, hogy mindenben partnerek voltak és segítettek, és hát itt lehet látni is, hogy mennyi pécsi fiatal van, aki önkéntesnek jelentkezett, hogy ő is a héten kijön. Ezen a napon 2 órát tud segíteni, azon a napon többet. És Budapestről itt van 2 önkéntesünk egész héten, és reggel 8-tól 5-ig várják minden nap a fiatalokat. A megnyitó ünnepségen a pécsi zsidó hitközség képviselői is részt vettek. Goldman Tamás elnök saját tapasztalatait osztotta meg a közönséggel, ugyanis családtagjait is elhurcolták a vészkorszak idején. Ez a vagon és társai, amelyben őseinket, például nagymamámat szállították, megállította az időt. Az ebbe a vagonban beterelt, bezsúfolt, berakományozott emberek sosem hitték, hogy odaérnek. Schönberger András az antiszemitizmus kialakulásáról beszélt a résztvevőknek. A pécsi főrabbi elmondta, az, hogy manapság is ilyen erős a zsidó gyűlölet a világban, egy több száz éves folyamat eredménye. Pár hónap alatt, pár év alatt, pár évtized alatt ezt nem lehet visszavinni a nulla ponthoz. Azt gondolom, hogy itt is a tanítás segíthet, más nem. És azt gondolom, még azt is gondolom, hogy az egyháznak is erősebben kéne ezt az utat követni, és az antiszemitizmus ezzel tudna megszűnni. Többségében egy ehhez hasonló marhavagonban szállították a zsidókat embertelen körülmények között. A vonatszerelvény belsejében képek, írások mutatják be a korszak borzalmait. Az iskolás csoportok pedig egy rendhagyó történelem órán is részt vehetnek, ugyanis előadásokat is tartanak a vagonban. Az elektronikus ügyfélkapus ügyintézésről tartottak előadást a kamara szervezésében a Baranya megyei kormányhivatal munkatársai kedden az Iparkamara pécsi székházában.
A rendezvény ideje alatt a kormányablakbuszon lehetőségük volt egyes ügyek elintézésére a résztvevőknek. Az elektronikus ügyintézés mellett szó volt a vállalkozói adatvagyon és az információbiztonsági megfelelésről is. Kormányablakbusz a megyei iparkamara parkolójában. Itt igényelhettek ügyfélkapus belépési lehetőséget az érdeklődők. Ez kapcsolódott azokhoz a tájékoztató előadásokhoz, amiket a megyei kormányhivatal munkatársai tartottak kedden a gazdasági önkormányzatnál. Minden szervezeti egysége elérhető így a hivatalnak, például így lehet egészségbiztosítási ügyeket is indítani az ügyfélkapun keresztül, mondja a kormányhivatal képviselője. Egy agrár szférához kapcsolódó kérése, kérelme lesz, olyan eljárást szeretne indítani, egy műszaki tartalmú eljárást szeretné indítani az előbb említett egészségbiztosítással kapcsolatos, ezt mind-mind ki tudja választani. Hogyha jól választ, akkor még előbb célba ér a kérelme, és megindul az eljárás. Hogyha valami oknál fogva nem, akkor természetesen ugyanúgy, ahogy régen a papír alapon, tartalma szerint bíráljuk el, esetleg akkor valaki ezzel előtte foglalkozik, hogy hova is szánta az ügyfél valójában. Nem vesznek el így a kérelmek az elindított ügyekben, segít a hivatal, hogy a megfelelő szervezeti egységhez jussanak az elektronikus iratok. Még mindig kevés vállalkozás van, amelyik kihasználja a számítógépes rendszerekben a digitalizációban rejlő lehetőségeket. Maga az infrastruktúra az elég jól lefedett. Egyébként nyilván az ormásában vannak fehér foltok, ebben különböző szolgáltatók tudnak is segíteni, illetve most a digitális jóléti programban, illetve a szupergyors internet programban ezek a területek azért lefedésre kerülnek különböző rendszerekkel. Inkább egy szemléletbeli kérdésről van szó, illetve az a tájékozottság, ami talán sokszor hiányzik, hogy ezek a cégek tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak, illetve hogy milyen előnyöket tudnak ezzel elérni. Ezt segíti a kamara által menedzselt Vállalkoz Digitálisan program, amelynek keretében szervezték meg az ügyfélkapuról az elektronikus ügyintézésről szóló napot. A programban összesen 6 helyszínen mintegy 300 vállalkozásnak mutatják be a digitalizációban lévő lehetőségeket a tavasz folyamán Baranya megyében. Milyen egy nemzetközi ügyvédi irodánál dolgozni? Hogyan lehet valakiből bíró? Milyen fizetést, lehetőségeket kínálnak a hazánkban működő multicégek? Ezekre a kérdésekre is választ kaptak kedden az érdeklődők a Jogi Kar és a Pécsi Közgáz közös karrierbörzéjén. Most rendezte meg a két kar első közös álláskereső rendezvényét. Céljuk, hogy a két kar hallgatóinak lehetőséget teremtsenek megismerni a munkaerőpiac szereplőit, valamint segítséget nyújtsanak a pályakezdés előtt álló fiataloknak a felkészülés folyamatában. Szabó Barbara várhatóan jövőre végez a Pécsi Jogtudományi Karon. Azt mondja, több terület is érdekli, amelyeken szívesen dolgozna. A büntető eljárás, illetve a büntetői jog érdekel, így a bíróság az, ami főként cél, viszont a polgárjog is érdekel, úgyhogy ha úgy alakul a jövőben, akkor a polgárjogi szférával is szívesen megismerkednék, illetve a versenyjog, ami még nagyon érdekes pénzügyjog számomra, ami közel áll a szívemhez. A választáshoz segítséget kapott az egyetemtől kedden. Ez az Állam és Jogtudományi Kar, valamint a Közgazdaságtudományi Kar első közös karrierbörzéje. Bíróságok, cégek mutatkoztak be az egyetem Rákóczi úti dísztermében. Mi azon vagyunk, hogy ezek a hallgatók, akik ma itt érdeklődéssel megjelenjenek, azok kellő és alapos információkat kapjanak arról, hogyha klasszikus jogi pályán akarnak elhelyezkedni, akkor mit kell tenniük azért, illetőleg, ha nem klasszikus jogi pályákban gondolkodnak, akkor milyen lehetőségeik vannak a jövőre nézve. A Pécsi Közgáz már 2006 óta szervez hasonló állásbőrzét a hallgatóinak. Bár tízes nagyságrendben érkeztek a munkát kínálók erre az eseményre, a valóságban sokkal több vállalati kapcsolata van a közgáznak. A meglévő vállalati együttműködéseink azok a százas nagyságrendet képviselik, és hát azért megemlítendő, hogy van olyan partnervállalat, aki fél évente 30-40 gyakorlati helyet is nyújt, és a képzéseink széles palettáját, tehát nem egy-egy szakra specializálva, tehát teszem azt nem csak marketing, vagy nem csak pénzügyszámviteles hallgatókat, hanem ezeket mind lefedve egészen odáig, hogy turizmus vendéglátásos hallgatókat is fogadnak. Nagyon sok esetben a cégeknél töltött szakmai gyakorlat egyfajta belépő. A jól teljesítő hallgatókat alkalmazzák a cégek, mondja a dékán helyettes. Így sokan már munkavállalóként levelező szakon végzik el a mesterképzést az egyetemen. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó.
Végső búcsú. Eltemették a brutálisan meggyilkolt szexárdi kislányt. Fejlesztés. Elkészült a szexárdi vigantéri rendelő felújítása. Egyre több a magatartás problémás gyerek. Kihívás előtt állnak az iskolák. Újabb beruházás veszi kezdetét Bátaszéken. Ingyen lesz az internet a település frekventált helyszínein. Csütörtökön hajnalban hideg időre készülhetünk, itt-ott gyenge fagy is előfordulhat. Napközben azonban sok napsütésre számíthatunk. Kora délutánra már az évszakos átlag fölé melegszik pár fokkal a levegő. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!